Üdvözletem, szép napot. Na, hát mint ahogy mondottam, volt ugye a járda itt mögöttem, alattam. Itt, ez pont jó, egyébként esett az autó, meg ugye bír sárban mászni, amit ugye annyira nem lehet látni, de egyébként igen. Tehát az autó, az konkrétan sárban mászik. Na, beszéltem szakértő barátunkkal, megkérdeztem, hogy egyébként ilyen időben és ilyen hőfoknál lehet különben vakolni? Aztán mondta, hogy hogy ne lenne, 10 ház épül. Hát mondom, jó van, akkor miért ne? Hát akkor vakoljunk. Na, megmutattam a vakolásnak az eszközeit, vajon melyik a kakuktojás, ugye? Na szóval megmutatom a vakoláshoz használandó eszközöket, szépen sorban mindegyiket. Vajon melyik lesz az, amelyik nélkül nem lehet egyébként vakolni, melyik a kakuktojás, ugyebár. Na, szóval, hogyha megvan a kakuktojás egyébként, azért megmutatom, hogy volt egy kis meló is. Tehát itt keletkezett némi vakolás, hogy ezért be lettek húzva. Viszont van egy érdekesség is egyébként, ugye lesz itt majd talaj kiegyenlítés is. Most hát annyit elmondhatok, ugye első körbe, hogy az nekem jobb, hogyha a vakolat ide nem hullik le, de viszont az nem baj, ha oda lehullik. Na vajon ez miért lehet? Ha megmutatom. Egy ilyen kellemesen hosszú lét segítségével. Oké. Na tehát, ha az egyenest áttolom ide a falhoz, akkor azért látszik, hogy itt azért bizony van egy 4, hogyha rendesen lenyomom, akkor egy 4-5 centi, ugye? Hogyha áttolom a túlsó falra, rendesen lenyomom. Akkor ez a távolság bizony megfeleződik, olybá tűnik. Tehát tulajdonképpen mondjuk, hogyha itt van mondjuk 2 centi, ha túloldalt van mondjuk nem tudom 5 centi, akkor a kettő között 3 centi különbség van, és 176 a szoba teljes hossza. És ebbe 3 centit esik a talaj. Egyébként azt is elmondhatom, hogy itt 58 centiben, tehát innentől eddig a pontig, erről már volt szó korábbi videóban, e kettő pont között 2 centimétert esett a talaj. Itt. Tehát ide lefele esett 2 centit. Tehát jó. Szóval lesz itt ajzat kiegyenlítés is, de az is egy kicsit trükkös lesz egyébként, mert csak annyira szabad felhúzni itt a talajt, hogy a csempe még úgy rámenjen, hogy ezzel picivel egy szintbe, illetőleg a csempe itt a csempének a vége picit magasabban legyen. Tehát körülbelül úgy kell majd kiszintezni. Ugye járólapnál azért nem annyira jó, hogyha ilyen vastag járólapot, ilyen ragasztót teszünk alá, tehát betonnal ki fogom önteni ezt a szakaszt, körülbelül mondjuk idáig, mondjuk, azt vagy teszem fel egy picit tovább, majd még ezt eldöntöm, és akkor utána megy majd rá a járólap, mert úgy azért már kicsit egységabb lesz az egész, hát legalábbis úgy lesz jó. Na, hát akkor kb. Itt tartunk. Ennyi, és már este van. Ja, és egyébként még valami. Legény élet vlog csatorna fölvetett egyébként egy olyan dolgot, hogy
hogy miért nem kerül gipszkarton egyébként a vakolat helyére. Na most itt például az egy nagyon jó példa lenne rá, hogy miért nem teszem oda. Mert ugye a gipszkarton az ugye egy szép nagy táblába kerülne, itt ahol már van vakola, ugye ez így szépen feljönne egész idáig, és erre a vastagságra kerülne rá körülbelül még egyszer ugyanez a vastagság. Tehát körülbelül így nézne ki abban az esetben a mutatvány. Ugye az első, ugye ez itt a gipszkartont jelöli, ez meg a csempét és a ragasztó anyagot. Tehát látható, hogy azért eléggé vastag lenne egyébként így ez az egész. Illetőleg kapna egy bazinak kiszögelést a fal egyébként. Mondjuk olyan szempontból egyébként nem lenne totál hülyeség, hogy itt effektív kapnék egy párkányt, egy ekkora párkányt, ha tudnám mire használni, ugye? Itt, ahol még nem vakoltam le, egyébként ugyanez a szitu. Tehát itt a gipszkarton jelen pillanatban nem játszik. Túlzottan vastag lenne ide. Igazából sokkal jobb egy vékony vakolatrétegre. Ezt el sem nagyon kell simítani, a lényeg annyi, hogy legyen rajta. Aztán a csempe, amikor kerül rá, akkor már körülbelül egységesen lehet elhelyezni majd a csempét, aztán kész. Tehát nagyjából ennyi.